Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban sok-sok tanulnivalót hoztunk Önöknek. Elsőként ifjúsági rovatunkban megnézzük, hogy a fiatalok hogyan vélekednek a szerelemről. Majd szó lesz a tanulás folyamatáról, végül pedig ellátogatunk egy kreatív stúdióba, ahol a festőművészet rejtelmeibe pillanthatunk be. Tartsanak velünk! Ha tavasz, akkor szerelem. A Szabad Színház utánpótlás csapata ebbe a témába ugrott egy nagy fejest. Ezúttal a Prikuli csok utána jártak a párkapcsolatok és a párkeresés titkának. Üdvözlöm a kedves nézőket! Különösen az ifjú diáktársaimat, ugyanis ez az új, intézményeken átívelő Fehérvár Televízión induló műsor különösen hozzátok fog szólni. Mi, az adás résztvevői is ezek közé, a fiatalok közé tartozunk, így arra gondoltunk, olyan témákat, kérdéseket fogunk feldolgozni, melyek a mindennapi életünket határozzák meg. És ha már itt tartunk, mi az, ami a leginkább foglalkoztatja a kamasz elméket? Természetesen a szerelem. Mai adásunkban lesz szó tippekről, tapasztalatokról, sőt, titeket is megkérdeztünk a témában, úgyhogy tartsatok velünk! Kezdjük az elején. Tudományos alapossággal. Mi is szükségeltetik a szerelemhez? Hogy mik a szerelem kellékei? Rögtön elmagyarázom. Először is szükségünk van két emberre, akik szeretik egymást. Ezen kívül szükségünk van még temérdek mennyiségű rózsára. Aztán jöhet a szerelem nemzetközi szimbóluma, a szív. Természetesen csupa vörös színben. Továbbá a bor, bombon, romantikus gyertyafény. A lakat és a kulcs az örök szerelem jelképe. És ha túl forró lenne a hangulat és ne adj Isten tűz ütne ki, szükségünk van pololtóra. Ha mindez megvan, adottak a feltételek a szerelem beteljesülésére. Ahhoz, hogy két ember között vonzalom alakulhasson ki, meg kell ismerkedni. Na de hogyan? Erre vajon ki tudja a választ? Mi most 10 olyan mondatot mutatunk nektek, amit biztosan nem adjatok, ha sikert akartok elérni. Jó a segged! Kükula! Olyanok vagyunk, mint ketten, mint két kalap. Hello! Szépek a lábaid, mikor nyitnak? Nem fáj a lábad? De egész nap a fejembe jársz. Jössz velem a Fornetti balmát szedni? Szia, cicus! Hiszel a szerelemben első látásra, vagy elsétálja körülted még egyszer? Szia, cica van gazdád? Ugyás vagyok. Nos, két válasz lehetőség van. A, te leszel a feleségem. B. Olyan vagy, mint egy angyal szárnyak nélkül. Szóval, mint egy ember. Jézusom, jól vagy? Nem fájt nagyon? Mi? Hát amikor leestél a mennyekből, angyalom. Most pedig lássuk a gyakorlatban. Itt áll mellettem Fónagy Kitti. Kitti, kérlek, meséld el, mi is fog itt most történni. Én körbejártam Fehérvár utcáin, és megkérdeztem a járókelőket arról, hogy mit gondolnak a Valentin napról, hogy ünneplik, illetve hogy 2021-ben mik a legbeváltabb csajozós, illetve pasizó szövegek. Tartsatok velünk! Egy nő mit vár Valentin napkor? Ugyanazt, amit minden nap. Tetteket. Mennyire fontos, hogy csoki vagy a virág? Az minden nap van. Minden nap van? Az minden, a csoki minden nap van, persze. Hogy én mellé az ideális férfi? Az a párom. Igen? És ő milyen? Tiszteletadó, becsületes, szeret, az kedves, aranyos, vicces, nekem tökéletes. Önnek mennyire fontos a Valentin nap?
Nekem sem ennyire, ez a hölgyeknek fontosabb szerintem. Hát én nem szoktam ünnepelni egyáltalán. Ha van barátom, akkor mindig meg szoktam tartani. Hát általában elmegyünk valahol étterembe, vagy esetleg otthon közök valamit. Szerintem nem az év egyetlen egy napján kell nagyon szeretned a párodat, hanem minden egyes nap. Te ünnepled a Valentin napot? Hát nincs kivással, én ezt szóval nem. Mi a legjobb csajozós szöveg, amit? Nem tudnám, akkor mennék egyedül. Ne, mondanád, akkor segítenél vele. Na, ezt én régóta próbálom kideríteni. Egyik valakinél bejön, az nem működik a másiknál. Hát, mindig éppen ami jön, ami eszembe jut az adott lányról, azzal szoktam ráírni igazából. Megpróbál megérdeklődni, hogy milyen zenét hallgat, milyen filmeket néz, ebből sok mindent meg lehet tudni az emberről. Az ismerkedésre milyen lehetőségek vannak itt korona időben? Hát, semmi, hol lehet. Tehát abban is az a probléma, hogy nem lehet elmenni sehol. Az a tapasztalatom, hogy sokkal több férfi van föl egy online ismerkedés oldalon, mint nő. Ebből adódóan egy nő mondjuk kap 100 darab levelet egy férfiaktól, úgyhogy lehet, hogy el se fog jutni a tiédig. Visszafelé pedig nagyon ritka az, hogy egy nő ráír egy férfira. Kinek kell megtenni az első lépést, a férfinek vagy a nőnek? Az ismerkedésről van szó. Szerintem azért a férfinak, de nyilván ez szituáció függő. Én úgy vélem, hogy ha van egy lány, akinek tetszik egy fiú, akkor ő is megteheti. És ez mennyire vonzó a férfiaknak, hogyha a nő teszi meg az első lépést? Hát nekem nagyon pozitív. Mennyit kell ezzel várni? Ugye a beszélgetésből hát, a találkozásig. Hát egy hónapot szoktam én várni általában, akkor szoktam eljönni a lányt általában. Első randira szerinted mik a legalkalmasabb helyszínek? Én mondjuk kávézóba szoktam vinni a lányokat, az mondjuk átlagosan elcsöndődik. Igen, az szokott tetszeni így az embereknek. Szerinted mi az, ami általánosságban a férfi ideál? A mai nőknek. Hát férfi ideál mindenképpen az ilyen sportosabb szerintem. Egy viselkedésben az ilyen bulizósabb, vagányabb srácok jönnek be szerintem a mi generációnak. Mik a legfontosabb tulajdonságuk, hogyha a partneredről van szó? Ne irányítson. Közel legyen hozzám korba. Azt mondom, hogy az se baj, hogyha velem egykorú, hogyha értelmesen tud gondolkodni. Mert az a baj a srácokkal, hogy nagyon sokszor életlenek. Legyen agya. Tudjon gondolkodni, nyilván. Fazudnék, ha azt mondanám, hogy csak a belső, mert alapvetően mindenki a külsőség fogja meg. A Valentin nap fontos, de az emberek általánosságban úgy vélekednek, hogy nem ezen az egy napon fontos kedveskedni a szeretteinknek, hanem az év minden napján érdemes tenni valamit azért, hogy kifejezzük irántuk érzett szeretetünket. Úgyhogy a mai napon mit is kívánhatnék mást, függetlenül attól, hogy szingli vagy, vagy párkapcsolatban élsz, legyen egy csodás napod! Hogy hol találkoznak ősidők óta a szerelmesek? Képzeljük el, hogy adott egy pad. Segítettünk valamennyit. Viszont a legfontosabbat még nem említettem. Légy önmagad. Mondd azt, amit gondolsz, légy őszinte. Így a partnered saját magadért fog szeretni. Mára ennyi lett volna adásunk, legközelebb egy újabb izgalmas témával jelentkezünk. Addig is, hajrá szerelmesek! Egész életünket végig kíséri a tanulás, ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan tesszük azt. Erre a legjobb alapokat gyermekkorban lehet megszerezni. A mai vendégem a stúdióban Dorotovics Miléna pszichológus, akivel a tanulás rejtelmeiről beszélgetünk. Ez egy nagyon összetett és nehéz feladat, ami ugye, ahogy elmondtam az előbb, tényleg végig kíséri az életünket. Egy élethosszig tartó tanulásról van szó. Hogyan lehet a legjobban elsajátítani ennek az alapjait gyermekkorban? Köszönöm szépen a meghívást, hogy újra itt lehetek. Igen, hát a tanulás az a játékkal kezdődik kiskorban, illetve a környezet megismerésével és magunkba szívásával. Hát csecsemőkortól kezdődik, születéstől kezdve tanuljuk magunkat, önmagunkat, a többieket, a szüleinkkel való kötődésen keresztül a bizalmat, a kölcsönösséget. Nyilván elsődleges a mozgás a csecsemőkorban, illetve az észlelés, érzékelés, hogy megtapogatunk, megfogdosunk, szánkba rakunk dolgokat,
hogy magunkba szívjuk a világot, aztán ugye a mozgással kúszunk, mászunk, távolságokat ismerünk meg, fára mászunk, mélységet, magasságot ismerünk meg, tehát eleinte ez jelenti a tanulást, a környezetnek a megismerése, személyiség szempontjából az én alakul ki ilyenkor, tehát elhatárolódunk utána, kialakul az én érzés, hogy én csinálok valamit, ezt én hoztam létre, és hát később jönnek az olyan intellektuális, kognitív funkciók is előtérbe, amik kimondottan a tanuláshoz, tehát a figyelem, az emlékezet, a logikai gondolkodás, és ezek folyamatosan fejlődnek a gyermek életkorával. Ugye nem mindegy, hogy hogyan tanulunk, tehát hogy mondjuk a gyerek magol, vagy játékosan, vagy hát nyilván erre megvannak a különböző jobbnál jobb módszerek. Most szerintem nagyon fontos ezekben az időkben a tanulásnak a mikéntje, hiszen ugye van online oktatás is, van jelenléti oktatás is, mindenbe belekóstolhattunk szülőként akár így az elmúlt időszakban. Egyrészt beszéljünk arról, hogy milyen különbségek vannak, másrészt, hogy milyen jó fogásokat lehet a kettő fajta módszerben találni. Hát először is a tanuláshoz kell egy pár dolog, kell maga a gyerek, ugye neki vannak képességei, akár a intellektuális képességek, akár az érzelmi érettsége, szabályozása, a testi fejlettsége, hogy elbírja az iskolatáskát, vagy hogy mennyire terhelhető, szociális képessége, hogy mennyire tud ő a csoportba a kis helyét kivívni magának, tehát sok minden kell a tanuláshoz. Kell egy tanulási környezet is, ami ugye az online térben otthon, illetve az iskolában teljesen más. Hát ami még kell hozzá, és nagyon kell hozzá, és akár a képességeknél is fontosabb, az a motiváció, tehát hogy a tanulásra és az iskolára motivált legyen a gyermek, és hát ami még fontosabb, hogy a szülő és a pedagógus között egy olyan harmonikus kapcsolat legyen, ami segíti ezt az iskolai motivációt a gyermekben. Nagy a különbség, mások a elvárások az online térben, illetve a személyes kontaktuson alapuló iskolai oktatásban. Ez megnehezíti az online tér mind a szülők, mind a pedagógusoknak a munkáját, illetve hát legjobban a gyerekeknek a munkáját, mert teljesen máshogy kell figyelnie, máshogy kell az időt strukturálni, sokkal nehezebb nekik, én úgy gondolom, főleg az alsósoknak. Én most pont alsós szülőként tudok erről nyilatkozni, hogy egy picit belelátok így a mindennapokban a digitális oktatás során, hogy igazából én azt látom, hogy amikor, tehát hogy az én gyermekem például a kisebbik, aki mondjuk nagyon motivált, és egy olyan tanárunk van, aki tényleg minden nap megköveteli, de közben megvan a játék, megvan a fegyelem, megvan a tisztelet és minden, ami kell szerintem egy ilyen nagybetűs tanításhoz. És ugyanez megvan otthon is, tehát hogy nincs ebben semmiféle elmozdulás. Gondolom, mert hallottam egyébként olyat is, hogy hát az iskolában ilyen, online meg olyan, de hogy azért a tanárnak nagyon nagy szerepe van ebben, gondolom, hogy hogyan tudja motiválni a gyereket, meg hát nyilván, hogyha mondjuk otthon van a gyerek, akkor a szülő is, hogy mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hát igen, valakinek jó hatással van, tehát valaki előnyére változtatja azt, hogy online tud tanulni, valakinek pedig több segítség kell ahhoz, hogy tudjon így tanulni. Az igazság az, amikor nincs online oktatás, hanem sima oktatás van, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy a szülők egy kicsit jobban bevonódnak a gyermeknek az iskolai dolgaiba, mint ahogy kellene. Én szakemberként és személyes véleményem is az, hogy az iskola az a gyermek munkahelye, oda ő jár, és nem a tesó, nem a szülő járja újra az általános iskolát. Ez azért fontos, mert nagyon könnyen el lehet venni a gyermektől a belső motivációt, hogy ez az ő dolga, ez az ő sikere, vagy az ő kudarca. Ha például a gyerek helyet pakolunk be az iskolatáskába, akkor nyilván nem fogja megtanulni, hogy milyen érzés az, ha valamit otthon hagyok, és azért fekete pontot kapok. Tehát ez a határ azért mostanában elég sűrűn kicsit elcsúszik a szülőknél, ami nem rossz indulat, tehát ugye a szülők jót akarnak a gyermeknek, minél jobban teljesítsen, minél ügyesebb legyen az iskolában, csak közben a cél, hogy a gyermek önállóan és belső motivációból csinálja, saját felelősséggel, saját sikereket érjen meg, ez kicsit elcsúszik. Én úgy érzem, hogy az online-ben ez kicsit még jobban el tud csúszni, mert az alsósoknál, nekem is van egy alsós kisfiam, lehet, hogy nehezebben tudják strukturálni azt, hogy akkor mi is volt a házi feladat, hogy is voltak a dolgok, és el tud az idő nagyon gyorsan menni.
Visszatérve egy kicsit a különbségekre, ugye amikor jelenléti oktatás van, akkor én például megint csak a saját tapasztalatomat tudom mondani, akkor az estékre fókuszálódik ez a tanulás téma otthon. Igen, igen, igen. Én érzem a szükségét annak, hogy minden nap átvegyük a gyermekekkel azt, hogy mit tanultak az iskolában, és milyen házi van, ellenőrizni kell, mert ha, én úgy érzem, hogy ha nem, akkor lehet, hogy elcsúszik ez a dolog, bár ahogy mondod, lehet, hogy jó lenne, ha megtapasztalnál, hogy mi történik ilyenkor. Tehát a kérdésem az az lenne, hogy, hogy mennyire kell a gyerekkel otthon így külön foglalkozni, mennyire kell ezt véresen komolyan venni, vagy mennyire kell ráhagyni? Én hát ha nem is a ráhagyó párti vagyok, én az a párti vagyok, hogy ne előzzük meg a gyereket. Tehát, hogy tudja azt, hogy bármikor fordulhat hozzánk, bármikor kérhet segítséget, de ne az legyen, hogy anya azt érzi a gyerek, hogy anya folyamatosan itt ül mellettem, anya folyamatosan ki akarja kérdezni, anya le akarja ellenőrizni, anya mindent tudni akar, mert így nyilván nem lesz kedve az embernek, nekem se lenne, ha valaki az én munkám mellé állandóan odaülne és nézni, hogy akkor hogy csinálom, akkor csinál te. Tehát, hogy akkor elveszük tőle a motivációt és a kedvet, illetve a felelősséget is, hisz ha kudarc van, akkor mondhatja, hogy anya, nem jól segítettél a háziban. Úgyhogy én mindenféle, mindig azt mondom a szülőknek, hogy egy kicsit engedjék el és bízzanak a gyerekbe, mert a gyerek ilyenkor azt is érezheti, hogy a szülő nem bízik abban, hogy ő képes rá. És akkor így nem is lesz képes rá, tehát ez egy ilyen ördögi kör. Meg kell bízni a gyerekünkbe, hogy ő képes arra, hogy ezt egyedül megcsinálja, és igenis nem kell félni a kudarcoktól, nem kell félni a fekete ponttól, nem kell félni a kettestől, hármastól, ezeket is meg kell tapasztalni, mert ezek is előrébb viszik a gyermekeket, mind érzelmi szinten, mind a kudarckezelésbe, kitartásba, és motiváló hatású is lehet rájuk. Most, hogy már többet említettük a motivációt, a szülő hogyan tudja, ugye a tanára szerintem megvan, hogy hogyan tudja motiválni a gyereket jeggyel, vagy dicsérettel, vagy csillaggal, piros ponttal, fekete ponttal, stb. A szavai hangsúlyával, tehát azért már nálunk például én tudom, hogy ha már úgy néz, vagy már úgy olyat mond a tanítónéni, akkor mindenki megszeppen, és akkor bánják, tehát hogy így érezni, hogy tényleg olyan súlya van a szavainak. Viszont a szülő hogyan tudja motiválni a gyereket? Mert például ugye van, ahol zseppénzért megy, majd mondjuk nem tudom hány ötös ennyit ér, vagy hát a csoki. Igen, vagy ezek mind-mind külső motivációk, tehát a zseppénz, a csoki, ez mind külső motiváció, ez nem fog kialakítani egy hosszú távú belső önmagamért csinálom motivációt a gyermekben, és mindig egy külső megerősítést vár azért, hogy ő tegyen valamit. Én ezt nem javaslom, mert ezzel szintén megöljük a belső motivációját, és hogy ő akarjon valamit csinálni. Nagyon fontos az, hogy tehát általánosan, amikor gyermeket motiválunk, akkor nagyon fontos az, hogy elmagyarázzuk nyilván életkorának megfelelően hosszúságba, tartalommal, szavakkal, hogy miért kell ez, miért van ennek célja, miért jó a tanulás. Például mindennapi élethelyzetekhez kötni a tanulást. Akár már a picik, akik éppen tanulnak olvasni, az én fiam például nagyon örült annak idején, hogy a kedvenc sokiát a Lidl újságba el tudta már olvasni, és az árát is el tudta mondani, mert már számokat is ismerte. Tehát, hogy egy kicsit bevigyük a mindennapi funkcióját, hogy miért is jó a tanulás. Akkor már van értelme, akkor már van kedve, akkor már kíváncsisága jobban felkeltődik. Ugyanakkor, amiről beszéltünk, hogy fontos, hogy ő úgy érezze, hogy önálló ebben, hogy ő neki szabad akarata van, tehát hogy ez az ő dolga, ez az ő felelőssége, ez is rögtön motiválja őt. És hát a harmadik és nem utolsó, hogy mindközben jól érezzük magunkat, ő is és mi is, és ne legyen ez egy ilyen véresen komoly és egy állandó stressz a családban, hogy már megint négyes, már megint hármas, hanem hogy kicsit játékosabban, humorral, szünetek beiktatásával. És hát amit benne tudunk segíteni neki, az a tanulásmódszertan, hogy megtanítani tanulni. Mert azért az nem magától érthetődő, hogy tudunk tanulni, biciklit is meg kell tanulni biciklizni. Ugyanígy a tanulásmódszertannak is vannak nagyon fontos elemei, hogy lehet a lényeges dolgokat kiemelni egy szövegből, vagy például amire még nem nagyon raknak hangsúlyt, ez a tanulási környezet, hogy igenis legyen friss levegő, hogy a fény hogy jön be, milyen magas az az asztal, hogy nem keresztbe rakott lábbal tanulunk, ez mind-mind, hogy milyen a testtartása a gyermeknek az asztalnál, ezek nagyon fontos dolgok, tehát tudják befolyásolni az ő sikerességét. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk, köszönöm. És várunk vissza legközelebb is egy másik témában. Köszönöm szépen. Nem csak szavakkal, színekkel is kifejezhetjük hangulatainkat, érzéseinket. A festésben kiteljesedhetünk, megvalósíthatjuk önmagunkat. A következő percekben ellátogatunk egy olyan kreatív műhelybe, ahol nem kell művésznek lenni ahhoz, hogy csodát alkothassunk. Ki
2009 óta foglalkozom komolyabban a festészettel. Szakáll Antal festőművész tanár úr volt, aki ebben úgymond megihletett, vagy aki végigvezetett ezen az úton. Új házba költöztünk, tehát egy erdőszéli kis családi házba, és elterveztem, hogy az én festményeimmel szeretném a falat díszíteni. Voltak már korábban rajzaim, tehát foglalkoztam azért már így kézműves dolgokkal, de ez adott nekem egy kezdőlökést. Nagyon sok kedvenc festőm van, de leginkább a tájképfestészet az, ami vonz. Több művész munkája tetszik, és több helyről gyűjtöm be az ihletet. Akrilfestékkel dolgozom, és leginkább a impresszionista képek azok, amik közel állnak a szívemhez, tehát amik egy ilyen pillanatnyi benyomást, érzelmet, érzést váltanak ki. Az élményfestés, ez Amerikából jött, viszont Budapesten volt először, hogy létrehoztak egy ilyen stúdiót, most már több városban is megtalálható. Annyira jó érzés azt látni, hogy embereket tudok inspirálni, és sokan már otthon is elkezdtek festeni. Nagyon jó érzés látni, hogy szépen fejlődnek, haladnak, ebben ki tudnak teljesedni, és ez az életük többi területére is rányomja a bélyegét. Vannak élményfestések, azok ilyen stúdiós festések, amik 3 órában vannak felnőtteknek, de gyerekeknek is, tehát ugyanúgy kezdőknek, gyerekeknek is. Ezen felül festőtáborokat is szervezünk nyáron. Elindítottunk ilyen online festéseket is, otthoni élményfestő szetteket állítunk össze. A videóban lépésről lépésre megmutatom az alkotás folyamatát, az első ecsetvonástól kezdve egészen az aláírásig. Egy anya-lánya festésre fogunk mindenkit invitálni az anyák napja alkalmából. Egy virágos képet fogunk megfesteni, amit igazából az otthonukba mindenki meg tud valósítani, aki érdeklődik ez iránt. El is kezdhetjük az alkotást. Jó a festés, mutatok mindent lépésről lépésre, az első ecsetvonástól kezdve egészen az aláírásig. Hogyha szükséges, akkor fel tudjuk vázolni azért nagy részben, hogy hova kerüljenek a virágok. Ezután vegyük a kezünkbe a legnagyobb ecsetet. Ami képet festeni fogunk, ugye ez, ami mellettem van, illetve én most egy üvegvázás változatát fogom megfesteni veletek. Nem lehet elrontani a képet, mert ha valami nem oda kerül, akkor már megszáradt és javítjuk is. Tehát kicsit szárad az alap, szépen rájövünk a virágok alapjaira is. Az szintén ecsetmosás, tehát a festékek között mindig, vagy egy-egy szint között azért mindig kimossuk az ecsetet, papírtörlővel leitatjuk, és itt eldönthetitek, milyen színeket szeretnétek. Amíg
szárad, tehát nyugodtan kétszer is menjetek rá. Amíg ez a rész szárad, addig mossuk ki az ecsetet, és jövünk a vázával. A leveleknél a zöld meg a fekete keveréke lesz, zöld-fekete, és azt se kell túlzásba vinni, ilyen csepp formát fogunk kialakítani. Megvan itt a közepe a virágnak, ugye látjuk a képen is, és így a szélére dolgozzuk bele egy-egy ilyen ecsetvonást szaggatottan, tehát nem mindent fedjünk le. És itt fontos az irány, hogy fentről lefele koptatjuk bele, hogyha kevés a festék, akkor inkább még hozzunk. Most jönnek a finomítások, de ezek sokat fognak számítani. Illetve még utolsó mozzanat, mindenki írja alá a kis művész nevét. Aki szeretne csatlakozni az anyalánya festéshez, az május 1-én megteheti, ez szombati nap lesz, és bővebben információval tudunk szolgálni a www.festegestivel.hu weboldalon. Ez egy ingyenes online festés lesz, amelyre szeretettel várunk téged, barátaidat, családtagodat. Ez volt már az Együtt magazin, legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!